Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, az Egyenes beszédet látják, én Róna Jégon vagyok. Lendvai Ildikóval és Németh Péterrel kezdjük a műsort. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Meg egy régi-régi történettel. Az egy 1981-es történet. Értem, akkor igen. Hát igen, mert ott volt azon a bizonyos kongresszuson, vagy konferencián, amit még a KISZ szervezett, és aminek az volt a célja, hogy társadalmasítsa a popzenét. Nem ezzel a kifejezéssel, mint amivel most Demeter Szilárd él, hanem nagyjából azzal, hogy valamilyen módon ezeket a megátalkodottakat tereljék a politika megfelelő korlátaik közé. Jól látom én ezt az analógiát, ami most felütötte a fejét Demeter Szilárdnak, hála, és ami akkor zajlott, az mintha hasonló lenne? Annyiban jól látja, hogy ott is a politika és a popzene találkozási lehetőségeiről jó ez vagy rossz ez, csak a politika diktál-e, vagy ebből valami jó is kisül, kérdésekre lehetett felelni. Ez a zseniális és értelmetlen kifejezés, hogy társadalmasítani kell a popzenét, ez nem jutott esünkbe. Akkor társadalmasult magától, ha jól emlékszem. Tehát ezt megelőző 20 év az pont arról szólt, pontosan, hogy társadalmasult. Valószínűleg kicsit aggasztotta is a politikai hatalmat, hogy ilyen jól társadalmasul. De a tatai találkozó idején azt már fölismerte a politika, hogy ez a dolog van. Tehát neki tetszik vagy nem tetszik, ez betört a művészetekbe, el kell valahogyan ismerni, mint művészeti ágat. Ez nem föltétlenül lehetett a hatalom ínyére, mondom ezt annak ellenére, hogy én ott a KISZ nevében vagy képviseletében voltam ott. Annál is inkább, mert a Kádár korszak nyilván nem csak a popzene szabadságát, vele született szabadságát nézte aggodalommal, hanem talán azt is, hogy ez kicsit más, mint a Kádár korszak, valljuk be, kicsit kispolgári ízlés világa. És igen, ott is ott voltak azok a popzenei szereplők, akik, mivel az a generáció valahogyan úgy látszik, hogy soká, hosszú időre beírta magát a magyar zenetörténetbe, amelyikkel ma találkozunk. Ugye Szörényi Levent és Bródi János látogatása Demeter Szilárdnál, hogy úgy mondja, kiverte a biztosítékot nagyon sok mindenkinél. Szerintem nagyjából mind a két oldalon, ahogy látom, de persze sokkal inkább, és nyilván az ellenzéki oldalon erőteljesebben. Hadd kezdjem a Ildikó által felidézett, én is éltem már akkor, bár nem voltam jelen ezen, inkább magáról a folyamatról, hogy ez a 80-as évek eleje, ez az enyhülés folyamata. Tehát az, hogy meg kell békélnie a hatalomnak egy új iparággal jelesül a fiataloknak szóló popzenével, arra kényszerítette azok képviselőit, hogy üljenek le és tárgyaljanak vele. És a folyamat most az ellenkezője, és én itt látom a drámát különben. Tehát ott egy enyhülési folyamat, egy fölfelé vezető út a társadalmas tisztulásban, itt pedig egy lefelé vezető út, hogy tereljük be a karámba azokat az embereket, akik egyébként ebből a karámból már 81-ből ki akarnak szakadni. Látok itt egy másik folyamatot is. 81-ben ugye az történt, hogy a nekünk barátiakat szeretgetjük, nekik adunk lehetőséget. Ebben Bródi János pro és kontra részt vett akkor is, mint ahogy ma is valamiféle szerepet vállal, bár ez ma még nem tiszta. Hát hiszen ő volt az, aki elmondta, hogy azok az alternatív zenészek, akik akkoriban jelentek meg igazából a zenei világban, hát ők igazából nem is zenészek, velük nem kell erről tárgyalni, nem komolyan vehetők, viszont nagyon sok mindenkinek, erre épp Ildikó emlékeztetett itt, amikor leültünk, még nem voltunk adásban, nagyon sok mindenkinek meg elintézte azt, hogy a szakma legyen az, hogy popzenész valaki. Nyilván ez ugyanaz a morális dilemma, hogy mennyire szabad ellenzéki hangoltságú művésznek, popzenésznek, meg Bródi azért az akkori rendszernek nyilvánvalóan nem barátja volt, már 81-ben, ezt mindenki tudta. És ezt ma is nagyon sokan pont így gondolják, vagy gondolták persze róla eddig. Én ma is így gondolom róla. Tehát nyilván van egy ilyen morális kérdés, hogy akkor szabad-e egyáltalán tárgyalni a politikai hatalom képviselőivel azoknak, akik ennek az ellenfeleként jelentkeztek.
Én azt hiszem, hogy Brody akkor nagyon jól tette, hogy eljött, meg ezem az alternatív zenészek is ott voltak, és Brody nem tart igényt az én mentegetésemre, de a helyzet az, hogy ő nem általában az alternatív zenekaroktól határolódott el. Előtte volt egy elég rettenetes miniszterhelyettesi expozé, amelyik a csirke darálástól kezdve minden létező és nem létező dolgot a zenekarok rovására írt, és az ott megnevezett zenésekre, tehát a Tóth Dezső szövegben így hívták a miniszterhelyettes megnevezett zenésekre, mondta azt Brody, hogy hát az egy másik fajta kultúra. Na de a dilemma, amit az előbb említett, igen, mert ez a menni, nem menni, beszélni, nem beszélni, leülni, ez a... most másképp is megjelent hirtelen, ez az MTA ügyében is megjelent hirtelen. Így van, de az mi a legszomorúbb ebben, amit te felidéztél, hogy ezek a mégis hiteles zenészekről van szó. Én azt nem mondom, hogy Demeter Szilárd egy hiteles ember, mert még ezt nem érte el. Megengedem neki, hogy egyszer az lehet, és talán majd tanulni fog a mostani, hát nevezzük így túlkapásaiból. De az, hogy Brody elmegy, és Szörényi Leventével közösen, és mondjuk a mai kormányzat felkent papjával, elkezd beszélgetni, és közös fényképet csinál, és ebből mind a két oldal botrán csinál, ez végtelen szomorúsággal tölt el. Mert ennek a beszélgetésnek lehet pozitív hozadéka, és lehet negatív hozadéka, de valamiféle hozadéka mindenképpen kell. Tehát, hogy párbeszédre szükség volna, csak akkor függesszük fel a párbeszédet, amikor ez végképp ellehetetlenül. Amikor Demeter Szilárd már olyanokat fog tenni, és nem csak mondani, amelyek ellehetetlenik végképp. Ha már ezt behoztam a képbe, Frank Tamás szerepe ugyanez az MTL-nál? Ugye ő bizonyos mértékig szembe ment azokkal, és aztán ők meg vele, akik a kormányzatnak nem kedvesek, a társadalomtudósokkal az elmúlt hetekben, hónapokban. De közben felhívta most rögtön a kormány figyelmét, hogy ne felkent álpapokra hallgasson, hanem a tudomány embereire, és ő mintha egy híd akarna lenni, és lehet, hogy ezért szavazták meg. Lehet, hogy nem tudom. Nehogy Lánchíd legyen. Akkor elvesi a kormány. Mert azt gondolom, hogy egy újonnan megválasztott Magyar Tudományos Akadémia elnökétől az a kijelentés, hogy a tudományos emberek, tehát nem lehet ellenzékben az akadémia, nem lehet a kormány ellenfele, ez a mai kontextust kibontva nagyon rossz kezdet. Tehát ez üti azt, amit az előbb te idéztél tőle. Tehát, hogy most nem tudom, hogy Frany Tamás ingázik ide vagy oda, ide is meg akar felelni, vagy oda is meg akar felelni, azt akarja üzenni, hogy igenis független lesz a Magyar Tudományos Akadémia, de ezzel a mondatával, ami egy nagyon jelentős politikai elkötelezettségre utal, amit manapság, ugye vessük össze Orbán Viktor a haza nem lehet ellenzékben című mondatával, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon rossz... Hát lehet ez olyan megközelítés is, hogy barát? Taitok leszünk, kedves kormány, ha megbecsültök eléggé minket. Mert ezt a kettőt összerakom, ennek lehet egy ilyen olvasata is. Ennek önmagában igen, de az előzményeknek, Frany Tamás egyrészt egy korábbi levelének, másrészt egy a megválasztása előtti ismert interjúnak már nem ugyanaz az olvasata. És ennyiben én sem látom a Brody párhuzamot. Ha azt mondtuk Tatán, hogy ott Brody máshova helyezte magát, mint néhány zenészt, Brody nem volt főnöke annak a néhány zenésznek, és az a néhány zenész ott helyben vissza is válaszolhatott neki. Az akadémia új elnöke, az főnöke mostantól kezdve, és erre is aspirált azoknak a társadalomtudósoknak, akikről hát egészen minősíthetetlen hangon beszélt, méghozzá politikai és vádakat. És ezt nem mondta most vissza, nem, most amikor... Igen, ha azt mondta volna akár az akadémia közgyűlésén, akár bárhogyan... Az elnöki expozéjában. Igen, ami azért létezett. Már úgy értem, igen, hogy hiába volt digitális módon szervezve a dolog. Azt mondta volna, hogy elnézést, nem úgy gondoltam. Én nem hiszem azt, hogy a magyar társadalomtudósok értéktelenek, azt sem hiszem, hogy csak politikai okból idézik őket külföldön, akkor azt mondom, hogy akár lehetne ez a híd. De akkor meg ez hogy van? Ezek a mondatok, ez az attitűd, ez nem zavarja a tisztelt tudós testületet?
Hát ennek tudatában és ismeretében szavazták őt meg. Egy részét zavarta, más részét nem. Ha jól tudom, ilyen most ex-has mondom, vagy nem egész pontosan a százalékot, mondjuk ilyen 60-40 vagy 50-45 százalék arányban. Akit zavart, az azért közel a tudósok fele volt. Anélkül, hogy bántanék bárkit, de nagyon-nagyon jeles sportág lett Magyarországon a megalkuvás. Ahhoz, hogy létezzenek, ahhoz meg kell, el kell fogadni bizonyos döntéseket, márpedig a hatalom ma ilyen módon tarolja le a különböző ágokat. Ez vár a színházi világra is, hogy még egy kulturális témát idehozzak? Itt van a Színművészeti Egyetem története és sorsa és kérdései, hogy hogyan tovább az, mit jelent igazán számukra. Nyilvánvalóan nem az a kérdés, hogy jó-e, hogy egy egyetem alapítványi formában működik, vagy nem. Lehet jó is, és lehet rossz is. De még a többi hasonló átszervezés alatt vagy előtt álló egyetemnél nem intézett a hatalom frontális ideológiai és politikai támadást az illető oktatási intézmény ellen, a színművészetinél világossá tette, hogy szerinte az egy ilyen liberális fészek, volt már zaklató főiskola is, volt már a Katona József lerakata, általában liberálisok, lám, tudom én, valamilyen pride-os mikrofon volt az egyiknél, miféle népek ezek. Itt tehát egy ideológiai megosztás és legázolás történik. Az alapítványi forma csak keret, ráadásul alkalmas arra, hogy azokat a vezetőket betonozza be a főiskolára a mostaniak helyett, akik majd a kormánynak tetszenek. Hát ugye az a dráma ebben, hogy, és amikor megalkuvásról és tarolásról beszélünk, hogy mind a kettő jelentkezik, hogy a kormány úgy dönt, hogy itt például az, hogy alapítványi formában fogja tovább működtetni, anélkül, hogy előzetesen bárkit értesítene az érintettek közül. Tudjuk, hallottuk, amikor ez először elhangzott, hogyan reagált a Színművészeti Egyetemnek a vezetése, derültékből a villámcsapás úgy érte őket, és onnan kezdve rápakolódik ez a rengeteg, az Ildikó által is idézett ideológiai magyarázat, ami belterjesnek minősíti, rossznak, egyébként sokan mondják, azok is, olyanok is mondják, akik aláírták a Ragályi Elemér által kezdeményezett aláírás vagy gyűjtést is, hogy valóban szükség van reformra, új források bevonására, de senki nem magyarázta még el a lózunkokon kívül, hogy hogyan lesz ez majd új és másmilyen az alapítvány által. Azt látjuk, hogy más alapítványokban szépen, csendesen beépülnek a hatalom emberei. Eddig ezt láttuk csak. Most hangosan épülnek be. Érdekes dolog ez, hogy úgy látszik a teljhatalomra törő rendszerek általában a színháztól félnek majdnem a legjobban. Ez így is volt mindig a történetben. A színház elleni támadás sem most kezdődött az Orbán kormány részéről már, ugye az igazgató választásba való beleszólás, finanszírozásba való beleszólás volt a kezdet. Most a gyökereknél akarja elvágni a fát, mármint a képzésnél. Valószínűleg... Egy biztatót tudok mondani, hogy Parti Nagy Lajos azt mondta, hogy a kultúrát soha nem lehet leigázni. Leigázni nem lehet, de bonzsáj formában tenyészteni már, mint hogy ne nőjön nagyra. Nehézé tenni az abban dolgozók életét. Igen. Viszont lehet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nem is köszönjük.